Az előző epizódban átbeszéltük a robotokat. Ma mi lesz a téma? Az univerzális alapfizetés. Univerzális alapfizetés. Jó, hát akkor gyorsan említsük meg, hogy sem szociológiai, sem politikai tartalmat nem kell emögé érteni. Beszéljünk arról, hogy... Opa! Hello! No. Émi közben megjött a vízünk el, szóval beszéljünk arról, hogy az univerzális alapfizetés, hello, mit gondolom? Hello, köszi, drágám! Nagyon aranyos vagy, köszi. Közben leveszem a kávémat. Igen. Szóval az univerzális alapfizetés, mint a jövő egyik megoldása a robotokkal való együttéléses világban? Igen, és méghozzá azért, mert ugye... Hát küldjem majd vissza. Küld vissza, kérlek szépen akkor te. Poharat? Már alig várja. Vedd ki a poharadat. Amy, köszi, szia! Thank you, enjoy! Have fun! Lehetne barátságosabb egy kicsit? Ilyen légiutas kísérős, vagy ez ilyen, túl... Megszebb. Túl merev. Nem? Na, nekem csinos, így is bejön. Apropó! Mikor mondják az emberek azt szerinted, hogy igen, ez egy robot, amitől félni kell? Csupán a külső képzeld el. Tehát minél inkább hasonlít az emberre, minél jobban imitálja, szimulálja az embert, annál inkább gondoljuk azt, hogy valami nem stimmel, inkább tartom a 2 méter távolságot. Azt hittem, hogy minél hasonlóbb, annál könnyebben megszereted. Nem. Na tapasztalat ezt mondja meg a statisztikák, hogy az emberek ekkor kezdenek el igazán tartani tőle. Olyan emberszerű, mondják. Na. Szóval lesz itt egy hatalmas népességboom, ami folyamatosan zajlik. Apropó, tudtad, hogy 1950 környékén még csak 2,5 milliárdan voltunk a bolygón. Tehát 50-es évek közepe 2,5 milliárd ember. Megdöbbentő. Ugye? Megdöbbentő. 7,5 milliárdan vagyunk most már. Meg is nézem nagyjából. Ó, szuper, mi a népességi pontosan... adatokat. Jó, okay. Én tippelek egy 7,6-ra most éppen. Az kb. Így van. Na most 2030 környékére... Hát, súrolni fogjuk a 10 milliárdat. Az kérdéses, hogy meddig fogunk elmenni, meddig bír minket el ez a bolygó. Már most sem. De hát már most sem, Nyugodtan szembenézhetünk vele. Kérlek szépen. Na, van valami új adat? 7,7. És folyamatosan növekszik. Hát igen, nyilván. 7,7. Ugye? És akkor közben mondom, hogy 50-ben körülbelül, igen, ez a 2,2 és... Hát nem voltunk 2,5 milliárd nyilván, és ez sokat elárul néz, ez a növekedési Igen, ábra. Exponenciális az egész, így van. Hát, szuper. Ez matematikailag a brutális. A brutális. Ez már a brutális. Valami most úgy jelenti, hogy exponenciális, és utána most egy pici lassulás lesz, tehát átmegy logaritmikusba, de mindegy is. A lényeg az, növekszünk nagyon, ahogy te mondtad, szuper brutálisan. Valami megoldásnak lennie kell, ugyanis az emberek nagy részének, és figyelj, most jön a nagy kamu. Az eleje az, hogy nem lesz munkája. De azt halljuk mindenhonnan, hogy nem kell aggódni. Ugyanis sokkal több új munkahely teremtődik. Persze, hogy eltűnnek a régi munkahelyek. Uh-huh. Kéményseprő például. Melyik a kamu ebből a nem lesz munkája, vagy a sokkal több munkahely teremtődik? Igen, az, hogy sokkal több munkahely teremtődik. Aha. Nem igaz. Nagyon-nagyon nem igaz. Ez egy vigasztalás. Hát logikailag én is azt gondolnám, de tényleg mindenki azt mondja, hogy nem kell tartani, lesznek újabb foglalkozások. Lesznek újabbak, az biztosan. Kell, aki programozza a robotokat. De igen, azt akartam mondani, hogy valószínűleg a robotok azokat a munkákat fogják kiváltani, amely munkák ugye jelenleg alacsony képesítéssel végezhetőek, tehát széles embertömegek végzik. Így van. És ezek az embertömegek nem fognak utána mesterséges intelligencia fejlesztő szuper szakmérnökökké avanzsálni. Nem? Egészen biztos, hogy nem. És ennek a folytatásaképpen egyszerűen nem fog annyi új munkahely teremtődni, mint amennyi ember lesz itt hamarosan a Földön. Nem lesz sem ennyivel több munkahely. Nincs a megközelítőleg sem. Az emberek nagy része, akár 60-70% ott fog malmozni, hogy akkor már nincsen szükség. Várjál. Na, ez durva, ugye? Ez durva. Tehát ugye ha ilyen mértékű lesz a munkanélküliség a világban, hát az ugye kódolva a háborúkat, hogyha ez még mondjuk egy környezeti válsággal is kiegészül, így van, akkor ez
olyan szinten abba az irányba mutat, hogy gyakorlatilag a Föld utolsó év tizedeit éljük, hogy ebbe még belegondolni is rossz, főleg úgy, hogy kisgyerekeink vannak. Na, kösz, elvetted itt a nézőknek a kedvét mindentől. Nem baj. Van megoldás, igen. Mea culpa. Jogos volt, teljesen jogos volt. Jó, ezt szembe kell nézni. Ledobtam. Nem, igazad van, Nézzünk egy megoldásra. Ugyanis van megoldásra. Figyelj csak. Az egyik nagyon-nagyon jó megoldás, legalábbis annak tűnik most, azt úgy hívják, hogy univerzális alapfizetés. Az angol rövidítésből csak UBI-nak hívják. Mit is jelent ez? Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ha nem dolgozol, de hogyha akarsz, dolgozhatsz is, nincsen semmilyen feltétel, ez nagyon fontos, kapsz X összeget havonta. X legyen egyenlő 650 dollárral per hó. Erre voltak próbálkozások, erre emlékszem, vagy legalábbis hallottam ilyet. Igen, egészen korai, mondjad, igen, nyugodtan. Nem csak azt akartam, hogy ez a 650 dollár, ez csak úgy mondtál egy számot, vagy ez egy valós? Ez egyébként egy valós. Ugyanis a finnek ezt kipróbálták körülbelül 2 évvel ezelőtt. Azt mondták, óriásiak egyébként, náluk már ilyen kis tablettel tanulnak a gyerekek az iskolában, és azt mondják, hogy egész nagy sikerre. Hát tudjuk, hogy a finn közoktatása a világ legjobbja, zárójel. Imádják kipróbálni az ilyen újdonságokat. Na most figyelj, ők azt mondták, hogy oké, ne csak beszéljünk róla, próbáljuk ki a gyakorlatban. Fogtak 2000 embert, kiválasztották teljesen véletlenszerűen. Ez a 2000 ember konkrétan itt most olyan volt, hogy nem volt munkája, de ez később nem így lesz, hanem ténylegesen feltétel nélkül lesz a pénz. Kiválasztották őket postán, hát még postán értesítették őket, fölbocsták a levelet, ön jogosult havonta 650 dollár átvételére a finn államtól. És nem kell semmit tenni. Ez alá volt írva. Aha. Önnek ezért nem kell tennie semmit. Akiket megkérdeztek utólag, azt mondták, hogy nem értettem, milyen vicc ez, de benne vagyok, mondták. Miért csinálták ezt a finnek? 650 dollár, csak hogy fordítsuk le, ez olyan... Két domperignon pesgő. Jó. Bocsánat, de nagyon kevés, ha azért, ha megnézzük. Kevés, aztán most ilyen forintra átfordítva, ez olyan 200 ezer forinton, egy kicsit innen van még, igen. Ami mondjuk Finnországban valószínűleg még kevesebbet ér. Nyilván. Nem elég a megélhetéshez. Megélhetéshez nem elég, de mondjuk ahhoz elég, hogy az alapparádat kivegye belőled, hogy azért van valami kis havi jövedelmed, ugye? Igen, és ez volt a célja az államnak is. Uh-huh. Azt mondták, hogy akkor csináljuk azt, hogy mindenki fog kapni pénzt, most először megpróbálják ezzel a 2000 fővel, és remélhetőleg ezek a munkanélküli emberek annyira, ahogyan te is mondod, stabilan, biztonságban érzik magukat, hogy majd átképzik magukat, majd valami új, kevésbé automatizálható, ugye erről beszéltünk az előzőekben, munkát fognak keresni maguknak. Nem lesznek annyira kitéve a robotizációnak, az automatizációnak. Uh-huh. Ez volt a céljuk. Ez egy ilyen háló, ami a nehéz sorsú embereken úgy segíthet, hogy magabiztosságot ad ahhoz, hogy merjen ellépni a sorsából, valamilyen irányba. Nagyon szépen mondod, csak ezekből a nehéz sorsú emberekből a jövőre, 2030-ra, 40-re, 50-re nagyon sok lesz. Nagyon sok lesz, és ugye ez a típusú jövedelem nem csak nekik szól, ez mindenkinek jár, jól értem? Feltétel nélkül. Tehát minden állampolgárnak ingyen pénz. Ingyen pénz. A programot egy év után beszüntették egyébként, mert hogy kíváncsiak voltak, hogy működik-e egyáltalán. Tervek szerint szüntették be, az interjúkban ezt hallhattad az emberek részéről. Hát jó volt, amíg tartott. Most, hogy nem kapom, most megint mi lesz velem? Aha. Nem igazán váltotta be. Nem mozdultak el az emberek. 2%. 2% mondta azt, hogy ténylegesen én valamit csinálok vele, egy vállalkozást intottam, átképeztem magam, ilyesmi. Többi az úgy bele, de jó volt. Beleült a langyos sárba, és jól érezte magát. Igen. Most mondhatnánk azt, hogy nem igazán volt hasznos tagja a társadalomnak. Ez kicsikét ilyen, tudom, hogy furán hangzik, de ezt... De hogyha jön a robotizáció, és 50-60% a népességnek nem fog tudni munkát vállalni, mert mondjuk ők alacsonyan képzettek, és az ő munkájukat könnyen és egyszerűen lehet kiváltani a robotizációval, akkor ezek az emberek fogják ezt a szegmest reprezentálni, ami Finnországban 2000 kiválasztott volt, de hát akkor ebből lesz a világon 5 milliárd. Igen, inkább. 5 milliárd. Én hallottam olyanokat, hogy ugye nyilván meg lesznek a gazdag rétegek továbbra is, akinek nem is feltétlenül kell dolgoznia, mert olyan egzisztenciát épített föl magának, ő akár viccből is alkalmazhat egy sofőrt. Úgymond sik lesz valakit még dolgoztatni, miközben a robot is el tudná az autót vezetni. Hát ha még egyetlen lesz autóvezetés, ugye? Igen. Ez már egy kicsit az én szakmám. Hát, 2050-re már nem lesz. Azt mondod? Nem lesz.
addigra már réges-régen az önvezető autózás átvette a hatalmat mindenfelett, és olyan szinten beszabályozták a közlekedés mindenféle változatát, hogy gyakorlatilag az ember az csak egy ártalmas lény ebben a rendszerben. De várj, azt mondtad, hogy ez megoldás lesz. Nézd, hoznak valami szendvicset. Ó, remek. Szóval pont azt mondtad, gondoltam, hogy ez... Az nem nekünk. Halló! Szóval azt mondtad, hogy ez megoldás lesz, de hát ez megoldás? És hogy megoldás ez valójában? Hát nézd, ha azt nézzük, hogy kik támogatják, Zuckerberg, Musk, mind támogatják, sőt, ha viccesek akarunk lenni, akkor azt mutatjuk, hogy már Martin Luther King is annó támogatta az egységes alapfizetést. Nyilván más motivációja volt, amikor mondta, hogy van egy álmom, de ő mondta ezt. Hát az egységes alapfizetés egy kicsit, az nem az, ő az nem egység, ő abból az indult nem a kommunizmus? Ki. Hát igen, ő egyébként azt mondta, hogy legyen egyenlőség, mindegy, ez egy másik téma, külön filmet lenne forgatni, kevésbé robotosat. Persze, de nyilván ő neki erkölcsi oldalról abszolút volt a megközelítése, igen, az igen, egyenlőség igen. Ilyen megnyilvánulása, nem feltétlenül az anyagi, hanem inkább az emberi mi voltodban való egyenlőséget szerette volna. Igen. Tehát, nagyok támogatják, ha ebből indulunk ki, ez meg fog valósulni. Musk, Zuckerberg. Zuckerberg, Richard Branson ugye, Virgintől. Hát mondjuk Richard Branson az egy igazi filantróp, ahogy én ismerem. Abszolút. A Muskról nem feltétlenül gondolom ezt. Nem, de jó, tudja, mit beszél sokszor. Tehát ért a jövőhöz, ha sokszor tetszik. Meg nem tudja, mit beszél. Ez is igaz, igen, attól függ, milyen állapotban de, van. De, várjál, igaz, csak hogy a mit beszél, mit nem beszél, mellett vannak tettek, igen, és a tettekben erős. Igen, ő így van. És még sok más ember, de ők egyértelműen mellé állnak. Na jó, de nézzük azt, hogy mit kapunk ezért. Mellé állnak nagyok, és megvalósul. Rendben, tételezzük fel, már ott élünk ebben. Ülsz otthon. Igen. El tudod képzelni? Ülsz. 2040. Legyen 2041. Az 2041. Az olyan kerek. Jó. Okay. Ülsz, és hát nem fog csöngetni a postás, hanem kapod a kártyádra, vagy bárhova is, és rögtön látod felvillanni a nem mobilodon, ugye erről beszéltünk, igen, hogy na megkaptam végre a havi 650 dolláromat. Szuper! Na. Nagyszerű. Oké. Okay. Akkor mit csináljak? Mondod te. De mit csinálnál egyébként vele? Most mit csinálsz, amikor ugyanígy, ez az, azonnal, így van, nem jó, mert csak havonta kapod. Na jó van, mondom a megoldást. Ugye elkezded élni az életedet, pont így most. Így van. Mit csinálsz most, amikor éled az életedet? Vásárolsz. Vásárolok, kávézóba járok, barátokkal beszélgetünk. Így van, így kényelmesen van. Próbálom élni, amikor ugye nem a munkára fókuszálok, akkor pihenni próbálok. Én azt hittem, hogy te mindig dolgozol. Hát, nem. Nem, jó, oké, örülök neki. Én sem. Tudod, viszont, ha a hobbid a munkád. Ó, sose tökött. Sose kellem dolgozna több ebbe az életben, vagy valahogy így van, ugye? Na szóval, ha kapod a pénzt, akkor te költesz az életed során. Ez természetes. A pénzt, amikor átadod, akkor cserébe te kapsz valamit vissza. Egy árut, egy terméket, egy vizet, egy kávét, Émitől, vagy bármi ilyesmit. Ez a szép tabletet. Akármi. Van egy csere. Ez a csere dolog, és most gyorsan szaladjunk vissza egy pár évet a múltban, már az ősember is ismerte. Valamit valamiért, össze-vissza cserélgettek. Persze, ez alap. Ez alap, ez belénk van kódolva genetikailag, hogy cserélünk valamit. Na és most jön a lényeg. Te kapod a pénzt, és mit adsz cserébe ezért a pénzért? Az alapjövedelmemért mit adok cserébe? Hát ilyen értelemben semmit. Nem adsz érte cserébe semmit, de kapsz egy jutalmat. Uh-huh. Sok vélemény van arra, hogy az emberek hogy fognak reagálni erre, amikor kapják ezt a pénzt, mennyire fogod tudni itt fönt agyban ezt tisztázni. Egyes elképzelések szerint nem lesz képes az ember feldolgozni ezt, figyelem, hiába örül valaki annak, hogy ha ingyen pénz, nem tudja mindenki ezt feldolgozni, hogy kapok valamit, de nem várnak el tőlem cserébe semmit. Uh-huh. Hát én adni akarok, főleg hozzászoktál, hogy régen adtál, segítettél, vásároltál, valami ismi, tehát csere volt. Lehet, hogy nem tudjuk ezt feldolgozni agyilag, lehet, hogy ez fog konkrétan okozni akkor a felzúdulást a világban. Hát én ezt nem gondolom. Szerintem azért az emberek többsége megszokja egy 3 hónap után, hogy megjött a pénz, nem kell érte semmit csinálnom, ez van, ez jár. Ki fog derülni? Majd erre vissza kell, hogy térjünk egy jó 20 év múlva. Uh-huh. Talán ugyanitt. De okoz ez egyébként társadalmi feszültségeket szerinted? Okozhat társadalmi, óvatosan ezekkel a predikciókkal, de okozhat ilyen feszültséget, mert gyakorlatilag
Szinte az történik, mondjuk ki, hogy az embereket akár belekergetjük egy bűnözői társadalomba. A bűnözői társadalom ott valósul meg, hogy kapok valamit, és nem kell adom érte cserébe semmit. Mi történik akkor, hogyha ezt ide kiteszem, és te elveszed, és nem adsz érte cserébe semmit? Akkor ezt elloptam? Mondjuk ki a szót, igen, ez egy lopás. Bizonyos értelemben, még ha így is, de az. Úgy érted, hogy az alapjövedelemmel kvázi meglopom a világot? Én vállalom, hogy ez az lesz. És ezt nem fog tudni itt fejben rendbe tenni. Egy értelmes ember azt mondja, hogy annyira hozzászoktam ez a csere dologhoz, még ha ki sem mondom, tudom, mit jelent, és nem fogom tudni ezt értelmezni, nem fogom tudni hova rak, nem fog tudni ezzel együtt élni. Ezen sokan elgondolkozhatnak, hogy ingyen pénz, ne viccelj, bármikor. Én szerintem ez egy bűnözői társadalmat hoz létre. És ez ergo mit jelent rossz. A bűnözői társadalom? A bűnözői társadalom az, hogy rosszabb lesz, mint ami most van. Ja, értem. Minden szempontból. Ez egy lehetséges alternatíva. Mind az egységes alapfizetés, mind az, de hogy mit vált ki belőlünk. Zuckerberg, mit mond Musk, mit mond Branson, miért támogatja, vagy hogy lenne ennek a helyes megvalósítása? Erre ők sem mondnak semmi, csupán annyit, hogy ez az egyetlen jó megoldásnak tűnik, hiszen valamit csinálni kell az emberekkel. Ja, hogy, de mert mindennek az alapja az, hogy a robotizációval olyan sok embernek elveszik a munkája, amelyet nem tudunk pótolni, hogy valamilyen módon életben kell őket tartanunk. Életben kell a sok éjjel száját tartani, így van. Hogy ne legyenek nyilván nagyobb gondok, háborúk vagy egyéb. Igen, és próbáljunk egy módszert, ami jónak tűnik. És egyféleképpen tudod életben tartani őket, ha fizikailag gondoskodsz arról, hogy legyen mit elkölteniük. Igen. Ahhoz, hogy megkapják az életben. Igen. Maradásra szükséges javakat. Igen. Csúnyán úgy is fogalmazhatnánk, hogy azt mondjuk, hogy itt a pénz, csak kérlek maradj csöndbe, és ott, ahol vagy. Csak, aha. Ezek szélsőséges gondolatok, de van alapja. Igen, csak hogy ebbe belegondolok, akkor az is ehhez nekem gondolatként társul, hogy a világ borzasztó egyenlőtlenül van jelenleg megalkotva. Tehát a legszegényebb és a leggazdagabb rétegei között milliószoros különbségek vannak. Gondolj csak mondjuk egy ázsiai szegénysorsú országra, egy borzasztó helyzetben lévő, nem tudom, társadalmi helyzet, és gondolj mondjuk az Egyesült Államokra, vagy a bármelyik olyan fejlett észak-európai országra, ahol a jólét az azért magas szintű. Nyilván 650 dollárral nem fogod tudni ezt vagy egalizálni. Tehát hogy fogod tudni ezt a helyzetet kezelni, hogy ne áramoljanak majd itt az erők? Világkormány, nem rossz. Hát egyről a kormány ez ellen van. Tehát a kormányok azt mondják, hogy inkább próbáljuk meg úgy védekezni, hogy lassítjuk az egész folyamatot. Ugye a kormányok időt próbálnak nyerni, és azt mondják, hogy jó, értjük ezt az egész nagy, fantasztikus automatizációt és a többi meg robotokat, valahogy szabályozzuk, valahogy tartsuk kordába, lassítsuk le, mert mi nem tudjuk a megoldást. Aha. Inkább lassítsunk. Most ez az általános elfogadott politika. Látható is ez a lassulás. Lassítsuk a robotizáció előnyeit, vagy automatizáció előnyeit. Szándékosan ezt a szót használják. Igen. Lassítsuk és az automatizáció előnyeit igyekezzünk egy kicsit visszaszorítani azért, hogy ezt a humán problémát meg tudjuk oldani. Amíg meg nem oldjuk. Mert hogy ez ugye egy egyszerre növekvő népességnél, bár mondjuk ugye a fejlett világ a népessége nem növekszik, vagy csak minimálisan, de a világ összegésze igen, és hát ez, igen, ez már erősen politika, meg szociológia, meg ki tudja még micsoda. Igen. De a technológiai része ennek nyilván az, hogy ha a szándék az irányba hat, hogy visszafogják, tudják-e? Tehát tudják-e mondjuk az ebben érdekelt tech cégeket, akik a világ összes pénzén ülnek, igen. Tudják-e lassítani? Én szerintem tudják egyébként. Ha most megnézed Kínát, ők kidolgoztak egy módszert rá. Véleményes a módszer, de ugye működik. Gyakorlatilag náluk most már csillagrendszer van, szándékosan nem pontrendszernek hívják. Ez alakul. Hát sajnos igen, osztályozzák, mint a Google a weblapjaikat. Igen. Osztályozzák, már működik. Épp múltkor beszélgettem egy ausztrál illetőségű fiatal sráccal, és ő mondta, hogy igazából minden nagyon jó Kínában. Szuper, egyáltalán nem kell félni semmitől, de őt megbüntették múltkor, és automatikusan levonták a kártyájáról a 15 dollárt, amikor átment pirosnál a lámpán. Gyalog. Ja. Komolyan? Igen. Kamera vette, beazonosította, levonták tőle. Megkérdezték, hogy jóvá hagyja, elismerje. De mellé volt csatolva a fényképe. Azt még megkérdezték. Ott volt a fényképe mellett, és mondta, hogy persze, hát oké.
És akkor még egy apró gondolat ezzel kapcsolatban, nem tudom mennyire tudod, de Kínában most már úgy működik a saját chat programjuk, hogy gyakorlatilag te ott kölcsönt igényelhetsz, most figyelj, 6 percen belül folyósítják. 6 percen belül nem elbírálják, ott a pénz 6 percen belül, miután megigényelted. Össze van kapcsolva a nagytestvérrel, az látja, hogy hány csillagod van, jó adós lehetsz-e, megérdemled egyáltalán, kapod, nem kapod. És 6 perc. 6 perc múlva ott a pénz, ha jó adósnak bizonyulsz a központi rendszer alapján. Ha nem, akkor pedig ellehetetlenülsz, vagy... Hát igen, nem, jó. Ők ilyen nem mondanak. Mindig, ez is egy megoldás. Adjunk egy üzenetet azok számára, akik most, mint én, egy kicsit összeomlottak, hogy a világ hogy fog változni. Vannak gyermekeink, vagyunk igen. Mi. Talán a mi életünk az már ebben egy kevésbé lesz érintett, bár, mm-hmm. bár érintett lesz, de a gyermekeinknek milyen üzenetet tudnánk átadni, vagy mit tudnánk mi a gyermekeinkbe belerakni, hogy ebben az új világban eredményesek legyenek. Légy szíves, majd ezt fogalmazzuk külön-külön meg, mert szerintem én máshonnan nézem, aztán lehet, hogy nem így van, de én mindenféleképpen azt javaslom, és ezt szoktam mondani is konkrétan, akinek csak tudom ezzel kapcsolatban, mert ez egy felelősség egyébként, hogy mit mondunk, hogy lehetőleg ne hagyja, hogy a gyereke olyas valamit tanuljon, ami nagyon könnyen automatizálható. Jack Ma, Alibaba, AliExpress mm-hmm. tulajdonosa, YouTube-on néztem egy beszédét, és azt mondta, hogy zene, sportok, kreatív művészetek és csapatjáték, illetve team munka. Ezeket kell tanulni. Uh-huh. Igen, zenét mondtam. Minden olyan dolgot, amiben jobbak a robotok, nyilván az alapokat ismerni kell, a matematika, fizika, kémia törvényszerűségeit, el lehet engedni. Szóval akkor ezek? Abszolút. Zene, sport, igen. Kreatív igen. Dolgok, team munka. Igen, igen, igen. És hogyha valaki azt mondja, hogy jó, hát oké, ne csináljunk olyat, ami automatizálható, köszi, könnyebb szabály, egyszerűbb szabály, ez túl magas lépték elsőre. Nekik meg azt szoktam mondani, hogy egyelőre elég, ha tudnak róla, hogy mi zajlik itt. És nem mondják azt, hogy az a jövő zenéje. Ez az első. Ez már nem a jövő zenéje. Aha. Igen. Hát jó. Akkor a jelenlegi epizódunkat zárjuk le itt. Ez egy izgalmas téma volt megint. Picit nekem ilyen Blade Runner érzésem van, tehát ilyen kicsit ilyen sötétnek tűnik most a jövő. Hát nyilván rajtunk múlik minden. Minden esetre, hogyha tetszett ez az epizód, akkor kérlek iratkozzatok föl, csengetjük bekapcsolni, kommentekbe alá lehet írni gondolatokat, véleményeket. Kíváncsiak vagyunk, hogy ti hogy gondoljátok ezt az egész dolgot. És mi folytatjuk, megígérjük, abszolút. Hogy folytatjuk, úgyhogy iratkozzatok föl, kövessetek be minket, és folytatása következik. Sziasztok! Hello!